2020. március. Fogalmunk sem volt korábban, hogy mi következik, hogy mi vár ránk, és hogy mivel kell foglalkoznunk az elkövetkezendő hónapokban, években. Aztán megérkezett a Covid, és alapjaiban változtatott meg mindent. Megváltoztatta a kapcsolatainkat, megváltoztatta a fontossági sorrendet, megváltoztatta azt, hogy hogyan viszonyuljunk a saját egészségünkhöz és az egészségügyhöz. Rájöttünk, hogy mennyire fontos az egészségügy. Felkerült a térképre. Mindannyian valamilyen módon sérültünk, vagy testileg, mert megbetegedtünk, vagy mert elvesztettünk valakit, vagy azért, mert borzasztó mentális terhet jelentett nekünk az, hogy ezt az időszakot abszolváljuk, hogy szembesüljünk azokkal a nehézségekkel és változásokkal, amiről korábban elképzelni sem tudtunk. A kórházak küzdöttek, dolgoztak, próbáltunk minél több embert megmenteni, és nagyon nehéz, és nagyon utólag megindítónak vélt pillanatokkal szembesültünk. Ezen a képen lehet látni, hogy a doktornő, akiről egyébként fogalmunk nincs, hogy kicsoda, nem tudjuk, hogy ki van a maszk mögött, nem tudjuk ebben a borzalmas ruhában egyébként hogyan lehetett létezni heteket, hónapokat, éveken keresztül, nem tudták a beteget, nem volt kapaszkodójuk. És akkor ők kitalálták nálunk a Covid osztályon, hogy kinyomtatják az arcukat, tartalmazó fényképet, a mellükre tűzik, és akkor lesz kapaszkodó a betegeknek. És így is volt. És azt vettük észre egy idő után, hogy a betegek nem a maszkhoz vagy a szemüveghez beszélnek, hanem a fényképhez. Mert végre volt arc a ruha mögött. Ami még egy nagy hozadéka a Covidnak, mert sok borzalma volt természetesen, az, hogy rájöttünk arra, hogy mentálisan lehet rosszul lenni. Nem tabu erről beszélni. Korábban stigma volt, hogyha valakire azt mondtuk, hogy mentálisan nincsen jól, vagy esetleg próbált segítségért folyamodni, amit nem is biztos, hogy bátran tett, mert félt attól, hogy majd megítélik. Hát kell erről beszélni. Kórházigazgatói székből is nagyon sok mindent tudtam tenni, illetve tudtunk tenni közösen, mert együtt dolgoztunk mindenért a kollégáimmal, a közösségünkkel, de egy kicsit más szempontok mentén lehetett a Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítványból dolgozni. Ez volt a célom, amikor az alapítvány 2020-ban létrehoztam, hogy segítsük azokat, akik egyébként minket segítenek, akik mentik az emberek életét. Próbáltunk olyan először csak karitatív tevékenységet végezni, amikor valami nagyon egyszerűt, ételt, italt, gyermekfelügyeletet vagy transportot biztosítottunk a kollégáink számára, de aztán később megváltozott a fókusz, szerencsére csillapodott a járvány, és olyan programokat szerveztünk, amivel úgy tudtok támogatni az egészségügyi dolgozókat, hogy érezték, hogy végre fontosak, érezték, hogy végre valaki figyel rájuk, és nem csak a praktikus teendőket ellenőrizzük, segítjük, hanem megkérdezzük, hogy hogy vagy, jól vagy, bírod? Hogyan abszolváltad ezt az időszakot? Sérültél? Bírod még? És próbáltuk őket segíteni. Ami nagyon fontos, és végigvezet majd az elkövetkezendő pár percen az, hogy a megbecsülésük mellett nekem az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy mentálisan támogassuk őket, hogy érezzék, hogy van kihez fordulni. Különböző programokkal támogattuk, ugye először a Covid-járvány alatt, illetve után leginkább regenerálódniuk kellett, és leginkább meg kellett valahogy osztani azt, hogy mi történt velük. Ezért olyan vidéki elvonulásokat szerveztünk, ahol tudtak jogázni, masszírozást kaptak, táncoltak, ettek, ittak, voltak profi kócsok, pszichológusok, akik foglalkoztak velük, és végre egy kicsit ki tudtak szakadni a mindennapokból. Aztán azon gondolkodtam, hogy igen, ez nagyon jó, de hogy mi működik ezekben az emberekben, milyen zárványok maradtak bennük, mi az, ami foglalkoztatja őket, azt még mindig nem tudjuk. És meghirdettünk egy művészeti pályázatot számukra, ahol olyan pályázati anyagokat vártunk, bármi legyen is az, amivel ki tudták fejezni az érzéseiket és a megélt élményeket. Érkeztek novellák, regény, szobrok, volt gyönyörű festmény, nem is egy, és volt, aki zenét írt. Fantasztikus, katartikus élmény volt számunkra ezeket végigolvasni, megnézni, hát bizony bennünk is szakadtak föl sebek, illetve nagyon komoly érzelmek. Könyv.
Nekem a legfontosabb kikapcsolódás a sport mellett, nálam jól működik, tehát önző módon azt gondoltam, hogy másnak is kell, hogy használjon. Ezért elindítottuk azokat az író-olvasó találkozókat, felsorakoztató programokat, amelyek mentén kortárs írók, költők, nagyon komoly, híres, neves emberek jöttek el hozzánk, és beszéltek a saját érzéseikről, az egészségükhöz, vagy a betegségükhöz, vagy az egészségügyhöz való viszonyukhoz, illetve bemutattak olyan alkotásokat, olyan műveket, amely nyilván nem véletlenül íródott, mert ezek mentén a témák mentén született, és segített azoknak, akik ott voltak. Szóval nagyon-nagyon mély beszélgetések voltak, és azt éreztem, hogy aki onnan hazamegy, az megérintődött, annak ez használt, azokban az emberekben elindított gondolatokat, illetve feldolgozási folyamatokat. Önző vagyok, Uzsokit nagyon szeretem, nyilván könyvklubban nagyban, de kell, hogy legyen kicsiben is. Ezért indítottuk el az Uzsoki Könyvklubot, ahol szigorúan uzsokis dolgozóknak egy nagyon profi szakember vezetésével és moderálásával hoztuk létre ezt az eseményt, megvan adva házi feladat jelleggel, hogy kinek mit kell elolvasni, és utána ezt a könyvet átbeszélik. És megint csak a feldolgozás, az élmények felszakítása és a fájdalmak esetleges megérése, feldolgozása a célunk, de persze van olyan könyv, ami örömet ad, ami relaxál, amitől simán csak jól vagyunk. Nem csak könyvben lehet élményekhez jutni, feldolgozást találni és katartikus élményekkel szembesülni, hanem a filmekkel is. Ezt is tematikusan szervezzük, szintén a kórházon belül, és ott is nagyon fontos, hogy nem feltétlenül egyszerűek a filmek, amiket meg kell nézni. Nem ígérjük azt, hogy jól fogják magukat érezni, akik ott vannak, de hogy hasznos lesz, az biztosan. Írók, a szerzőkkel, főszereplőkkel van utána egy beszélgetés, és nyilván azokkal, akik ott vannak és végignézik a filmeket. Hát megindító jelenetek zajlanak ott is. Bárki jöhet egyébként, mindenkinek mondom. Ez volt az a rész, amivel próbáltam bemutatni, hogy közvetlenül hogyan támogatjuk az egészségügyi dolgozókat. Ugyanakkor úgy érzem, hogy van egy saját felelősségünk abban is, nekem biztosan, hogy hogyan tudjuk magát az egészségügyet támogatni, hogyan tudjuk azt biztosítani, vagy legalábbis nem biztosítani, de elősegíteni, hogy legyen, aki minket gyógyít majd. Tudjuk az egészségügy nehézségeit, igenis muszáj dolgoznunk azért, hogy a fiatalok megtalálják ezt a pályát, ezt a hivatást, és érezzék, tudják azt, hogy jó fele mennek, ha az egészségügybe mennek dolgozni. Hónapokkal, évekkel ezelőtt elindítottuk a Hivatásunk Éjszakája programot az Uzsoki Kórházban, ahol pályaválasztás előtt álló fiatalok számára tesszük lehetővé, hogy bejöjjenek a kórház falai közé, eltöltsenek ott néhány órát, bemenjenek a műtőbe, megnézzék, mi zajlik az ambulanciákon, hogy történik egy vérvétel, mi zajlik a laborban, hogyan kell újraéleszteni. Megmutatjuk nekik, megfoghatják, megérinthetik, láthatják. És az a nagyon jó hírem van, hogy sokan az egészségügyi pályát választják. Sok olyanról tudok, aki emiatt, vagy részben ezáltal megerősítve választja az orvosi, vagy a szakdolgozói pályát. Ezeket az arcokat, ezeket a fiatalokat utána következő rendezvényeinken a későbbiekben is szoktuk látni, és öröm rajtuk azt látni, hogy továbbra is elkötelezettek, és továbbra is efelé a pálya felé haladnak. Aztán kiderült, hogy nem csak a fiatalok számára lehet ez érdekes, és 19-től 99 évig is meghirdettük ezt a programot, és jönnek felnőttek is, akik egyrészt érzékenyek a téma iránt, akik kíváncsiak arra, hogy mi zajlik a kórházak falai között. Nekem az a szempont, vagy nekünk az a szempont, hogy úgy érzékenyítsük őket, hogy vegyék tudomásul azt, hogy mi történik akkor, hogyha nem vigyáznak az egészségükre, mi történik akkor, hogyha kórház falai közé, vagy bármilyen intézménybe kerülnek, és igenis tudatosítani kell bennük, hogy rajtuk is múlik, hogy vajon ők kerülnek-e majd a műtőasztalra. Szintén pályaválasztás elősegítő program, de itt már célzottan az orvosok irányában, vagy orvosi pálya irányában. Megengedjük, illetve lehetővé tesszük azoknak a fiataloknak, akik orvosok szeretnének lenni, hogy bejöjjenek a kórházba, és az általuk kiválasztott terület orvosa mellé szegődjenek, és órákat, napokat töltsenek el ebben az árnyék programban, és nézzék meg, hogy
tényleg jó-e az ötlet, tényleg nekik való-e, ha igen, erősítsük ő bennük ezt meg, ha nem, akkor most válasszanak más pályát, ne később kelljen azzal szembesülni, hogy bizony idegen a közeg, teher nekik ott lenni. Akkor még egyet lépjünk vissza. Most beszéltünk a fiatalokról, illetve az idősekről. Szerintem azt elkezdeni tanítani, vagy nevelni arra a gyerekeket, hogy mennyire fontos a saját egészségünk, és mennyire mi vagyunk ezért a felelősség, hogy ez minél tovább megmaradjon, egészen kicsi korban kell. Vannak szerencsés gyerekek, akik olyan közegben, olyan családban nőnek fel, ahol ezzel naponta szembesülnek, de sajnos nem mindenki ilyen. Mindenki számára szeretnénk illetve hirdettük meg a Vidra programunkat, ahol egy nagyon cuki Vidra doktornő rendel, és a segítségével olyan játékokat, olyan programokat szervezünk az óvodások számára, amivel játékos keretek között, de folyamatosan tanulnak, és megértik, hogy mi az, ami fontos az egészség, vagy mi az, ami veszélyes a betegség szempontjából. Hogy kell segítségért folyamodni, ha mondjuk nagymama rosszul lesz? Megbeszéltük, hogy hogyan hozzuk az utánpótlást. Na és akkor most jöttök ti. Mert ez egy dolog, hogy az egészségügyi ellátórendszer segít, ha tud. De csak olyan betegen tud segíteni, aki egyrészt motivált, másrészt érzi a felelősségét, partner a saját kezelésében, és a legnagyobb segítséget az jelentene, ha nem jönnének el a betegek a kórházba, mert nem lennének betegek. Nyilván ez lenne a cél. Ahhoz viszont, hogy egészségtudatosan tudjunk élni, hogy tudjuk, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy egészségesek maradjunk, vagy könnyen gyógyuljunk, ha mégis elkap valamikor, érteni kell az információkat. Egyáltalán nem mindegy, hogy honnan, mit, hogyan értünk meg. Jelenleg a magyarországi egészségértés sajnos nagyon rossz. Emiatt ez is egy kötelességünk szerintem, hogy próbáljuk ezt a fajta egészségértést növelni a lakosságban, és olyan programokat szervezni számukra, amivel könnyű lesz elolvasni a beteg mondjuk ambuláns lapját, vagy a gyógyszeres dobozon levő tájékoztatót, ad abszurdum megérti, hogy mit mond neki az orvos, és azzal a tudattal lép ki a rendelőből, hogy tudja, érti, és aként fog cselekedni, ahogy javasolták nekik. Testi-lelki egészség. Nincs a kettő egymás nélkül. Talán eddig nem volt kellően hangsúlyos a mentális egészség. A testi egészséggel kapcsolatban tudjuk, mit kell tenni, csak nem feltétlenül csináljuk. Sokkal egyszerűbb elhízni, enni, inni, ha kell dohányozni, és nem sportolni, és aztán majd túlsúlyosan, amikor kardiológiai problémánk lesz, vagy fáj a csipünk, vagy nem sorolom bármink, akkor becsengetni a kórházba, és azt mondani, hogy tessék engem meggyógyítani. Itt vagyok, ti munkátok. Ez nem így működik, mert ahogy már korábban is elmondtam, ha ti nem tesztek meg azért semmit, hogy egészségesek maradjatok, akkor nem fogunk tudni segíteni a másik oldalról, vagy nem kellően hatékonyan fogunk segíteni. Mentális egészség szerintem borzasztóan fontos. Mit tudok én tanácsolni? Hát az egyik legfontosabb, hogy légy jelen az adott pillanatban, éld a saját életedet. Ne a másokét, ne a mások elvárásai szerint, ne a múlton gondolkozz és nyalogasd a sebeidet, és ne a jövődet termezd, mert elmegy melletted az élet. Most vagy itt, most kell foglalkoznod önmagaddal, a szeretteiddel, és természetesen a munkáddal. Nagyon fontos az, hogy válasszuk el egymástól azt, ami a munka és ami a család. Mert összemosódott a Covid alatt. Persze jó pofa a home office, csak éppen nem tudom, hogy most ebbe a fürdőköpenybe dolgozom, vagy éppen otthon vagyok. A párkapcsolatok tönkre mennek, nagyon sok, amennyire tudom. A munka sem annyira hatékony, szóval nem működik. Le kell tegni a telefont, mondom én, aki nem teszem le, és egy nagyon rossz példa vagyok. Nem kell elolvasni az e-mailt, és nem kell felvenni azt a fajta hívást, ami lehet, hogy fontos a másiknak, de nekem fontosabb a párom meg a gyerekem, akivel vagyok. Ápolni kell a kapcsolatainkat, a minőségi kapcsolatainkat, kukába kell dobni azokat, amik álságosak, amik csak érdekekből születnek, és amik nem építenek, de esetleg rombolnak minket. Pihenni is kéne időnként, és szerintem tanulni kell mindig. Tehát én azt hiszem, és azt vallom, hogy ha anélkül, hogy motiváltan ébrednénk és lépnénk ki az ajtó reggelente, hogy valamiért dolgozom, fejlesztem az elmém, testem, tanulok, több leszek, nem biztos, hogy érdemes. Úgy viszont nagyon. És úgy viszont a mentális és a testi egészség is nagyon hosszan garantált lesz. Ti felelősségetek is,
vagy főleg a tietek. Gondolkodjatok el, kérlek, azon benneteket, amiről most szó volt. Nem egy könnyű dolog, mert nehéz szembesülni ezzel, és azt szeretném kérni, hogy választatok egy valami olyan pontot, amit holnaptól másként csináltok. És ha ti másképp csináljátok, akkor lehet, hogy akik körülöttetek vannak, ők is másképp fogják csinálni, és akkor lehet, hogy léptünk egyet azért, hogy kevesebb legyen a beteg, hatékonyabb legyen az ellátás, és ti hosszan, sokáig tudjatok élni. Köszönöm szépen!